Még egy hétig, jövő hét szerdáig várják a pénzbeni és tárgyi felajánlásokat az adventi civil bőrzén. Az idén a karácsonyi adománygyűjtés a háború árnyékában címet viselő akció során egy vármegyei és két kárpátaljai magyar közösséget, illetve intézményt támogatnak. A részletekről Kis Andrással, a Hieroteusz Egyesület főtitkárával beszélgetett Iván Aurél. Vendégünk tehát Kis András, a Hieroteusz Egyesület főtitkára. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye egy hétig lehet még felajánlani az adventi civil bőrzére tárgyi és pénzbeni adományokat. Jellemzően milyen jellegű adományok érkeztek eddig az Egyesülethez? Szép napot kívánok én is, és köszöntöm a Kölcsei TV nézőit, és így az év vége felé közeledve, advent időszakában engedje meg, hogy először is áldott adventet, és azt követően pedig áldott békés karácsonyt, és sikerekben, örömökben, szeretteinkben teljes új esztendőt kívánjak a Kölcsei TV minden nézőjének. Azt gondolom, hogy lehet, hogy még egy-két híradós anyagban találkoznak velem, de ilyen környezetben idén most találkozunk utoljára, és az advent időszakában vagyunk, és egy adventi eseményről beszélünk, a várakozás időszakában, ami a keresztény világ második legnagyobb ünnepére, Jézus Krisztus születésére emlékezünk, de nagyon sokak számára, hiszen valahol a Istenember születése az a szeretethez, az Isten és ember közötti szeretethez is kapcsolódik, és nagyon sokan ezt a szeretet ünnepéként, a szeretet kifejeződéseként élik meg. És nagyon sok olyan embertársunk van, aki rászorul a szeretetre. Saját családunkban is mindannyian rászorulunk a másik szeretetére, és azt olyan könnyű adni. De vannak olyan embertársainknak, akiknek nem olyan könnyű, akiket nem látunk meg nap, mint nap. Március 12-én vagy június 6-án nem olyan egyszerű meglátni a mellettünk lévőt. De ilyenkor az ünnep közelettével kicsit egyszerűbb, kicsit kézenfekvő, és mindenki ilyenkor jótékonykodik, mindenki ilyenkor gyűjt. És valahogy az emberek is szívesebben nyílnak meg ilyenkor. És a Hieroteusz Egyesület, az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetséggel minden évben gyűjt valamilyen célra. De szeretném megköszönni mindenkinek minden nemes felajánlást, legyen az vállalkozás, legyen az civil szervezet, legyen az önkormányzat, legyen az 2 kiló fa, vagy 5 kiló fa egy tüzelőnek, egy szegény sorsú családnak. Tehát szeretném felhívni az önkéntesség, a nehéz sorsú családokért való felelősségre, és az ennek való fontosságára a figyelmet, hiszen ez a legfontosabb, hogy a körülöttünk lévőt észrevegyük, gyűjtésen kívül is. Szerintem legalább olyan fontos az, hogy bekopogjunk a szomszédhoz, vagy a kollégához legyen 2 jó szónk egy ilyen időszakban, mint az, hogy valamilyen nagy célra. De egy nagy közösség, egy országos közösség, egy vármegyei szintű közösségnek feladata az, hogy a kis helyi apró pillanatok, apró örömök mellett megtalálja a nagy célban is az örömet, a jót. És ezért jelen helyzetben 3 célban próbálunk segíteni. Ez a 3 cél, amire idei segítség nyújtó akciónk irányul, ez egyrészt a Várdos Lajos Görögkatolikus Általános Iskola megsegítése. Most már be tudom örömmel jelenteni, 10 darab laptopot fogunk tudni ennek az iskolának a rendelkezésére bocsájtani, és azt kívánom, azt kérem, hogy használják olyan jó szívvel, ahogy az adományozó cégek, civil szervezetek ezt adják, ezt a informatikai eszköz adományt. Covid-os helyzet különösen is felhívta az online oktatásra a figyelmet, és azt gondolom, hogy ezzel a segítséggel azoknak a fiataloknak, hogy ott tanulnak ebben az iskolában, most ez a legnagyobb hiátus, hogy megfelelő informatikai eszközparkkal rendelkezzenek, és ez egy segítségnyújtó szándékkal lett most kiegészítve. És ezt nagyon szépen köszönöm azoknak a vállalkozóknak, civil szervezeteknek, akik ezt az adományt összeadták. A másik 2 közösség a Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány és a Munkácsi Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerülete Magyar Fiataljai. Nekik Mikulás csomagot és a mindennapokhoz szükséges ruhát, élelmiszert,
itt most tartós élelmiszerre gondolok, egyéb karitatív adományt fogunk vinni. És én nagy dolognak és nagy örömnek tartom, hogy ezt az adományt sikerült összerakni, és nagyon köszönöm azoknak a fiataloknak, idősebbeknek, civil szervezeteknek, akik jó szívvel édességet, Mikulás csomagot ajánlottak fel erre a célra. Ez egy jó cél, és ez egy jó ügy. És ezzel a jó szándékkal, ezzel a jó ügy jelleggel visszük ezt számukra. Mi a tapasztalat, hogy ha nehezebb időszak van, és most azért nem könnyű időszak van Magyarországon sem, annak ellenére, hogy nincs háború, azért a hatását érezzük. Ilyenkor kevesebb adományban, vagy éppen hogy több? Mennyire érezzük azt, hogy a család fontossága az meghatározó a bajban? Amellett, hogy egy civil szervezetet vezetek, munkáltató is vagyok. Én azt gondolom, hogy minden munkáltatónak, minden jó szándékú embernek ott kell állni egy ilyen helyzetben a saját munkavállalói mellett is, és a környezetében lévő emberek mellett is. Tehát ezért mondtam, hogy legalább olyan jelentős az, amit egyes embertől emberig teszünk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos és jelzésértékű, hogy idén a bérmegállapodás már decemberben megszületett, és ez a munkáltatók részéről is látszik, hogy mindenki felelősséget visel a másikért. Ezt én egy nagyon fontos dolognak gondolom, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum december 1-től nőtt. Ez példátlan, és mutatja, hogy mindenki az ünnep közelségével ezt fontosnak érzi, fontosnak tartja. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy pont ezért egy vármegyebeli cél, egy intézmény és egy kárpátaljai közösség. A kárpátaljai közösség azért, mert szomszédosok vagyunk Kárpátaljával, és nekünk nem csak most fontos Kárpátalja, az itt élő embereket, barátságok, családi szálak 10, 20, 30, 40 éve kötik össze, és a Kárpátalján a Szent Márton Karitász Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítványnak a Volosin utcai gyermekotthonát, ahol a legrászorultabbak élnek, támogatjuk, ahol tényleg olyan hátrányos helyzetű gyermekek kapnak mindennapi segítséget, fedelet a fejük felé, akiknek az élet sorsával nagyon sokan bele se tudunk gondolni. Tehát találkoztam velünk, láttam őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés olyan hátrányos sors van itt, és szinte el se tudjuk képzelni, amilyen sorsból ők jönnek. És én azt gondolom, hogy példaértékű, amit ez az alapítvány, ez a Caritas tesz ott munkácson, és tényleg ilyenkor a leghátrányosabbak, a legelesettebb helyzetűek mellett ott kell állni. Akár itt, a Vármegyében megtalálni ezeket az embereket, és megtalálni máshol is ez az ilyen jellegű segítségnyújtást. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és engedjék meg, hogyha már az önkéntességről, a családok melletti kiállásról, egymás segítéséről, egymás szeretetéről, az adventről beszélnem, egy akciónkra még felhívjam a figyelmet. Ezeket az adományokat egyébként karácsonyig eljuttatjuk mind Kárpátaljára, mind az említett iskolába. Ez pedig az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében mi díjazzuk idén is a megyei családokért, a vármegyei családokért díjjal, és az év vármegyei önkéntes díjjal 3-3 szereplőt. Olyan embereket, mint például Erdélyi Tatjánát, aki önkéntesként a háborús helyzetben Kisvárdáról kiindulva nagyon sok adományt juttatott Kárpátaljára, és nagyon sok embernek segített itt az egészségügytől az oktatásig adományokkal is, és azzal, hogy jó szóval, befogadással nagyon sok menekült, akár legyen az magyar, akár ukrán származású, nagyon sok jót köszönhet ennek a hölgynek, ez egy doktornő Kisvárdán. Vagy idősebb Lőrinc Péter, aki önkéntesként évtizedek óta Mária Pucsa az odajövőket, mint polgárőr segíti önzetlenül, egy készfogással azzal, hogy megmutatja, hogy hol tudnak parkolni, hol tudnak elmenni az odaérkező zarándokok, mit, hol tudnak tenni. A polgárőrök nagyon komoly munkát végeznek minden nap. Egy olyan kis településen, ahol laknak 2000-en, és érkezik oda több százezer, sőt milliós nagyságú embertömeg, zarándokok, és minden nap jó szóval állnak hozzájuk. Vagy a Vigyázzunk Egymásra Egyesület, amely pedig ugyanitt a rászorulókat segíti. Vagy a Kálmánházi Nyírségi Segítőkéz Alapítvány.
ami szintén nagyon sokat tesz ott Kálmánházán az elesettekért, a helyi közösségért, az iskolásokért, a fiatalokért, Kálmánháza központtal. És még mondhatnánk nagyon sok olyan közösséget, akiket az elmúlt években díjaztunk, az önkéntes díjnak ez már a harmadik éve, hogy kiosszuk, a családokért díjat idén alapítottuk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket a díjakat a Hiáró Egyesület azért hozta létre, mint Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ és Vármegyei Család Esély és Önkéntes Ház, mert nekünk fontosak az itt élők, fontosak az itt szolgálatot teljesítők, és fontos, hogy azokra az emberekre föl ráirányítsuk a figyelmet, akik nap mint nap közöttünk a közösséget szervezik. Engedjék meg, hogy ezeknek a díjazottaknak, akik szintén ezen a héten az adventi rendezvényünkön veszik át a díjat, ezúton is gratuláljak, és minden rajtuk keresztül, minden önkéntes szervezetnek, önkéntes tevékenységet végző embernek, családokat segítő, vagy nagy családban élő, és a családügyét így fölvállaló, idősebb, fiatalabb embernek megköszönjem a munkáját, és megköszönjem minden nagy családnak, minden családos embernek. Én magam is egy nagy családban nőttem föl, bár előttem még van távlat, és ilyen szempontból még van feladat, hiszen én még nem vagyok családos állapotú, csak nagy családban nőttem föl. De pontosan tudom, hogy egy nagy családban, egy családban a szülők, illetve a családokat segítők mekkora áldozatot vállalnak, és minden a család ügyét fölkaroló, és a családra, a gyermekre igent mondó embertársunknak hálásan köszönjük azt, amit ezért a közösségért, ezért a nemzetért tesznek. Tökéletes végszó. Köszönöm szépen, és örülök, hogy vendégünk volt. Várjuk Önt jövő évben is. Én is köszönöm a lehetőséget, és én is bízom abban, hogy a Kölcsey Televízióval a jövőben is nagyon sok szép ügyről, nagyon sok közösségi ügyről fogunk tudni közösen beszámolni.